Sziasztok! Remélem, jól vagytok. Hogyha azt mondom nektek, hogy a húgotoknak, vagy a nővéreteknek nagyon látszik a szőr a lábán. A szőr. Hogyan kell franciául azt mondani, hogy testvér, lány testvér? Hát pontosan úgy, hogy szőr. Szóval ezt úgy lehet megjegyezni, hogy nagyon látszik a szőr a húgotoknak vagy a nővéreteknek a lábán. A húg lenne a petit sœur, a kis testvér, petit sœur, és a nővér lenne a grande sœur, grande sœur. De tulajdonképpen franciául nincs olyan, hogy húg vagy nővér. Szóval ez csak lány testvér, ami sœur, sœur. Hogyha azt akarjuk mondani, hogy nagyon látszik a sœur a nővérednek a lábán, azt úgy mondanánk, hogy les poils sur les jambes de ta grande sœur se voient beaucoup. Les poils, az a sœur, les poils, sur les jambes, a lábán, sur les jambes de ta sœur, de ta grande sœur, szóval a nővérednek, de ta grande sœur, se voit, szóval az azt jelenti, hogy látszik, beaucoup, nagyon, beaucoup. Szóval, les poils sur les jambes de ta grande sœur se voient beaucoup. Les poils sur les jambes de ta grande sœur se voient beaucoup. Szóval a sœur a nővérednek a lábán nagyon látszik. Szóval így fogjátok most megjegyezni ezt az új szót franciául. Sœur, az a lány testvér, az a sœur. Sœur, sœur. Remélem, hogy ez az új lecke tetszett, és nem sokára találkozunk. Sziasztok!